Nagyon sok rejtélyes haláleset történt Békés megyében. Az én fiam nem volt öngyilkos. A néhai főrendőr arra utal, hogy valakik szándékosan lejáratták. Nagyon szerettem az édesapámat. A magasabb beosztású vezetők így álltak egymással. Kuzma Mihály hivatali helyettese találta meg a kapitányság egyik második emeleti szobájában, az asztalra borulva. Az osztályvezető tettének okáról a főkapitányság dolgozói csak találgatnak. Apja halála óta gyűjti a dokumentumokat a vitatott öngyilkosságról. Én az egészet azért csináltam, mert én nagyon szerettem az édesapámat, és ugye nem tudom mai napig se, hogy ő hogy halt meg. Kuzma Valéria, a néhai rendőrnyomozó lánya. Arra alapozza gyanúját, hogy a rendőrségi vizsgálat nem tisztázta egyértelműen Kuzma alezredes halálának körülményeit. Nem hittem igazán, hogy az apu csak így egyik napra a másikra képes eldobni az életét. Voltak olyan emberek, akiknek szúrta a szemét, akik ellen nyomozott is. Az elhunyt rendőr lánya szerint azt sem lehet megtudni a hivatalos jegyzőkönyvből, hogy a pisztolylövéssel nem összefüggő vércseppek kitől származnak. A vegyész szakértő megállapította, hogy a beküldött anyagminta alapján, amit ugye édesapám kezéről vettek, lövésre jellemző anyagmaradványt nem találtak. Egyértelműen kizárják az idegenkezűséget, valamint azt, hogy a halálesetek egymással, a szervezett bűnözéssel és az olajmafia tevékenységével lennének összefüggésben. Milyen volt akkor rendőrnek lenni? Nagyon sok mindenről susmorogtak a városban, és ennek szemmel látható nyoma az volt, hogy bizonyos emberek nagyon jól élnek, nagyon nagy kocsikkal szaladgálnak. Nagyon sok rejtélyes haláleset történt Békés megyében. Ott a Kuzma ügy, meg más rendőrtisztek is felakasztották magukat, volt ugye ez a fejbelövés. Szerintem ezek voltak a katalizátorok, tehát ezek indították el politikai erőkben is azt az elhatározást, hogy jó lenne megvizsgálni akkor, hogy ezek az ügyek hogy zajlottak. Én tagja voltam a önkormányzati rendészeti bizottságnak, tehát a belügyi szervekkel foglalkozó bizottságnak is, és annak idején 99 őszén már ez a rendészeti albizottság vizsgálta az olajügyeket. Egész konkrétan az olajügyekkel foglalkozó Békés megyei rendőrtiszteknek a tisztázatlan halál körülményeit. Az akkori rendőri vezetés, ott a 90-es éveknek a Békés megyei rendőr haláleseteit ilyen szerencsétlen, rosszul indult napok következményeként állítja be. Az első eset 1996-ban történt, amikor Szabó András főtörzsőrmestert a szolgálati gépkocsijában holtan találták. Ki volt Szabó András? A fiunk. Tehát 6 évig volt rendőr? 6 évig. Igen. És a Békés Csabai rendőrkapitányságon dolgozott? Békés Csabai rendőrkapitányságon. Félt már sokszor bemenni dolgozni, mert olyan dolgok mentek bent. Hát volt, hogy ő elvette a jogosítványt, forgalmit, és akkor majd visszakapta az illető. Bevetésük volt, és mindenki kapott golyóálló mellényt, csak az én fiam nem, egyedül. És azt mondta, anyu, tudod, annyira féltem, hogy borzasztó, hogy én vagyok a célpont. Járőrként elég sok kényes üggyel találkozott halál előtt néhány nappal, például a Batminyei határ mentén buktatta le a vámosok egy csoportját, akik olaj- és cigaracsempészetben vettek részt. Azt suttogták, hogy fegyver is volt az ügyben, de ezt bizonyítani nem lehetett. Mi történt szeptember 14-én? Elkezdtek lámpázni az ablakon. És ezen az ablakon körözött a lámpáról. Akkor jött be Herbert, Úr és Bokor, és akkor mondta, hogy ne ijedjünk meg, mert egy rossz hét közel velünk. Vasárnap dél körül érkeztem vissza, és akkor látom, hogy Jesszus aján mondom, itt mi történt. Tömösközi István, volt Békés megyei rendőr. Tiszta vér volt az egyik szolgálati kocsi, a udvarban lévő automosó mellett. Hát fölvittem a motort a garázsba, letettem,
mentem a ügyeletes tiszthez, hogy vegye le a fegyveremet, mert megérkeztem, és őtőle kérdeztem, hogy mi történt. Szájába vette a pisztolyát, de ne ijedjünk meg, mert nem sokat szenvedett, mert azonnal beállt a halál. A szerdahelyi úton történt az eset. Ezt a férjem azonnal fölírta. Még el sem mentek, hogy el ne felejtse, hogy a szerdahelyi út. Fölírtam egy darab papírra, vetettem a Ferenc fiókba. Másnap, amikor bementünk a kapitányságra, akkor már semmifelé a szerdahelyi út nem volt. Azt mondták, hogy nem a szerdahelyi úton, hanem a rendőrség épületében, a belső udvaron, a kocsimosó mellett, lett öngyilkos. Igen. A autómosó bejáratával orral szemben. Szombaton délután ilyen fél egy-egy óra fele öngyilkos lett, és szombaton... Este találták meg a járőrtársra, Fabula Zsolt, azt találta meg. Miért nem keresték az én fiamat, hogy hol van? Miért nem keresték? Kérdezem én magától. Mert hogyha lelövi magát, akkor nyilván aznak hangja van. Nagy hangja van. Sok erről beszéltek, hogy itt hallottak egy nagy durranást, és akkor lefutottak. Hogy... Nem futott le senki. Arról se kaptunk jelentést, hogy a fegyvert megvizsgálták, hogy most az a lövedék abból a fegyverből származott, azon a fegyveren más új lenyomat volt-e. Ilyen jelentést nem kaptunk semmit. A jegyzőkönyveket önök látták? Három év után adták nekünk ki a rendőr. A boncolási jegyzőkönyvet és a helyszíni szemlét. A helyszíni szemlét úgy, hogy újságíró ne próbálja látni, mert akkor ki se adjuk. Elolvasva Szabó András helyszíni szemle jegyzőkönyvét, mit gondolsz, megtörténhetett úgy az eset, vagy nem? Ez a bizonyos rendőr autóval elkövetett öngyilkosság. Hát ha abból indulunk, és szerintem induljunk abból ki, hogy a helyszíni szemle az valós adatokat tartalmaz, akkor az én ismeretem alapján ez teljesen rendben van így. A fegyvernek a hangját a hangrobbanás okozza, ami akkor következik be, amikor a lövedék kilép a csőből. Az utána következő hajtó gázoknak a robbanása az okozza ezt a hangrobbanást. Mondjuk egy párnát teszel oda a fegyver elé, vagy egy könyvet, az is lefogja már a hangot. A szájba veszi a fegyvert, és itt egyértelműen megállapítható, hogy ez történt, akkor az gyakorlatilag egy tompa puffanás. Határozottan kijelentem, hogy az én fiam nem öngyilkos, nem volt öngyilkos, hanem megölték, mert nem volt neki olyan oka. Oka, indok nem volt. Itt voltunk, mink a támaszunk. Akkor, amikor úgy szeretett bennünket, megmondják a szomszédok is, hogy minden, mint ahogy említettem, minden héten hazajárt. Hogy ült? Hol vannak a sebesülések, hol találták meg a kilőtt hüvelyt, hol találták meg az autóba becsapódva a lövedéket megállva. Ez mind úgy, ahogy van, teljesen összeillő kép. A fegyvernek a paramétereit, annak a paramellum pisztolynak 350 méter per szekundum a kezdősebessége. Az nem, hogy azt a vékony kocsi lemezt, mikor a tetőkárpét megbontás után a tető merevítőbe volt beágyazódva a magja, mert a hüvely az a lábánál volt lent. Ez manipulált lövedék szerintem. Az egyik probléma, ami megakadtak, hogy miért nem ütötte át a lövedék az autó tetejét. Ez az akkor rendszerbe levő pisztoly és a hozzáhasznált lövedék, ez nem tartozik a nagyon komoly energiájú lövedékek közé. Azt figyelembe kell venni, hogy már ugye két helyen komoly csont, tehát sűrű csonton átment a lövedék, az sokat tompít az energiájából, és az autónak a teteje maga az rugalmas, és nem törékeny. Ha ez egy merev anyag lenne, ami teljesen megfeszítve ki van támaszva, akkor lehet, hogy átütné, de itt maga a teteje is utána tud engedni, és maga az acél lemez is olyan, hogy egy darabig ugye tud nyúlni, tehát legfeljebb megcsúcsosodik, de az egyáltalán nem valószínű, hogy átüti. Balkezes volt, és jobb kézzel követte el az öngyilkosságot, hogy ez
ennek van jelentősége, vagy nincs jelentősége? Hát ebben az én ügyben azt mondanám, hogy abszolút nincsen jelentősége. Régen a fegyvereket csak a jobbkezeseknek csinálták, aki nem volt jobbkezes, az pusztuljon. A gépkocsi bal hátsó ülésén lévő diplomata táskában Szabó András személyes iratai között 2 darab 1000 forintost, 3 darab 100 forintos bankjegyet, kevés fémváltópénzt, valamint a szolgálat ellátásához szükséges különböző felszereléseket találunk. A táskát tartalmával együtt a helyszínen megjelenő Herbert Károly rendőrszázados úrnak, az elhalt közvetlen parancsnokának adjuk át. A jegyzőkönyv szerint szeptember 14-én 22 óra 30 perckor Herbert a helyszínen ott volt, átvette a táskát. Igen. Majd 4 órával később kijött ide, hajnali fél kettőkor, és azt mondta, hogy a szerdahelyi úton. Igen, igen, így van. Ez olyan biztos, mert a férjem fölírta, akkor, hogy ne felejts el. És ön fölírta ezt, hogy szerdai út. Igen, igen. Az igaz, hogy pszichiátriai kezelés alatt állt? Az olyan dolog volt, amint mondtam is, hogy az élettársa eladta a házat, és borzasztóan ki volt borulva. Annyira szeretett bennünket, hogy ezt kimondhatatlan, és el lehet képzelni most, milyen az életünk, amikor itt vannak az ünnepek, meg amit tudom, jönnek az ünnepek, vagy valami kinyit ránk ajtót, ránk nyit ajtót, de akit szeretünk, az kimondhatatlan. Most 14-én 16 év vagy állnak. Ők mindig nagyon fel vannak zaklatva, és mindig azt gondolják, hogy nem lett öngyilkos a fiúk. Nem tudom, tehát a fegyverszakértő azt mondta, hogy így megtörténhetett. Tény az, és ez mai napig megmagyarázhatatlan, hogyha ott volt az autó délután 2-kor, amiben öngyilkos lett a Szabó András, akkor az hogy nem látták egész nap, és miért csak este 8-9 fele fedezték fel. De én azt gondolom, hogy tényleg öngyilkos lett, mert az is kétségtelen tény, és erről nem esett szó, hogy a fiú az pszichiátriai kezelés alatt állt. Tehát egy bánás után volt, ráadásul a felesége az együtt ott dolgozott, a volt felesége ott dolgozott a rendőrségen, azok éppen egy esküvőn voltak, bulisztak. Ő meg egyedül volt aznap szolgálatban. Kuzma Mihálya milyen kapcsolat volt, hogy ő említette az ő nevét? Igen, említette. Egy nagyon jó ember. Kuzma is ott volt a helyszínelésen. Kuzma halálát, amikor hallották, akkor mit gondoltak? Hát nagyon megdöbbentünk, nagyon rettenetesen sajnáltunk. És én mindjárt arra gondoltam, hogy ő is megy utána. A nyilvánosság előtt folyt egy bűntény, egy bűneset. Kuzma Mihály rendőr alezredes, a Békéscsabai rendőr főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztály vezetője ad erről tájékoztatást. Milyen rendőr volt Kuzma? Én jó embernek ismertem meg, becsületesnek. Ön ismerte személyesen? Ismertem, igen. Ő egy osztályvezető volt a lezeresi rendfokozatban, egy rendkívül tisztességes, jó rendőr volt. Igazából én nagyon szerettem őt, tehát én borzasztó apás voltam szigorú, de ugyanakkor én le tudtam őt venni a lábáról. Sima mezei kis nyomozóként kezdtem, miután így elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, és akkor így egyre feljebb és feljebb lépett a ranglétlán. Szerette a hivatását? Igen, nagyon szerette, tehát borzasztóan. Gyakorlatilag csak a munkájának élt. És büszke volt rá, hogy rendőr? Igen. Nem csak a kollégáit tisztelték, hanem az ellenfele is gyakorlatilag, hogy ő a Kuzma. Röviden ennyi a történet. Úgy érezzük, hogy itt már valamennyi szereplő a helyén van. Pesten tartotta a kapcsolatot a ottani... Azt mondta, hogy kivel? Vezetőivel.
Én egy névre emlékszem, úgy határozottan a Tonhauser Lászlóra. Tehát ő a szolgálati út betartásával, ha tapasztalt valami gyanús ügyet, akkor azt jelentette a feletteseinek. A magasabb beosztású vezetők így álltak egymással. Nagyon nem is álltak egymással szóba, tehát ez szemmel látható volt a folyosón is, hogy amikor elmentek egymás mellett, akkor bőbeszéd nem volt, talán még köszönés se. Kaptam utasításokat bizonyos személyekkel szemben, hogyha kim vagyok a utcán, akkor bizonyos személyeket lépten nyomon vonjak ellenőrzés alá, ha kell, 20 percenként. De a másik vezetőtől például az ellentétjét kaptam, hogy megfigyelés alatt tartják, és ne zaklassuk. A jó Isten, egyik ezt kéri, a másik azt kéri. Voltak olyan emberek, akiknek szúrta a szemét. El akart menni pár héttel vagy hónappal a halál előtt egy újságírót akart megkeresni, és neki igazából ki akart mindent tálalni, hogy ő milyen ügyekbe nyúlt bele. Hajlandó lennél még nyomozni az ügyben, hogy kiderüljön az igazság, vagy belefáradtál? Ha lenne arra remény, hogy kiderüljön valami, bármi, akkor persze mennék tovább. Most már azért sokan nem foglalkoznak vele, nem emlékeznek erre az ügyre, meg rám. Téged fenyegettek? Vagy te kaptál olyan telefonokat, hogy azt hagyd abba? Hát egyetlen egyszer kaptam egy telefont, akkor már itt voltam fönt Pestem, és ilyesmi volt, hogy jól figyeljek oda, hogy kivel találkozok, vagy jól vigyázzak arra, hogy kivel találkozok, kivel állok szóba, meg hogy ők most is látnak engem és figyelnek. 96-ban volt a Szabó, 98-ban meghaltak hárman, és 99-ben végül a Dénes Gábor lett öngyilkos. Tehát ő az, aki édesapád halála után idegösszeroppanást kapott. Igen. Kuzma Mihályt követően, tehát ő idegileg teljesen kikészült. Egy évig pszichológusnál volt, utána visszakerült a rendőrségre. Ezt már nem tudom. És utána néhány hónappal a visszakerülés után felakasztotta magát. És ő milyen kapcsolat volt Kuzmával? Jó viszonyban volt. Jó viszonyban volt. Tartották kőkeményen egymás közt a kapcsolatot. Azért vagyunk elveg itt a konyhában, mert úgy tudom, hogy itt találkoztak utoljára. Utoljára, igen. Én ott ültem, ő meg jött ki a szobából. Reggeliztem, itt a táskáját, azt általában itt. Ott, igen, a szekrényen. Itt pakolt a táskájába, én ugye ott ültem. Éppen indul dolgozni. És akkor adott nekem 10 000 forintot, hogy vegyek hétvégére valami húst ebédre. És aztán köszönt, hogy... Idott a kezest, és utána elment. Mielőtt kilépett a előszoba ajtón, akkor még visszanézett, rám nézett, és elment, akkor láttam utoljára. Volt bármi, ami arra utalt, hogy akkor ott kétségbe volt esve? Hát depressziós volt az utóbbi időben, mert tehát voltak problémák. Az mit jelentett, hogy mennyi, 2-3 héttel a halál előtt kezdődött ez, vagy évekkel? Több. Hát legalább egy fél éve, mert ő nagyon szeretett vadászni, a kötegyáni vadászásságnak volt a tagja, és minden évben, hogy megindult a vadászszezon, akkor ő rendszeresen, ahogy mentek vadászni, ő mindig elment, és azt tűnt fel először is, hogy talán egyszer vagy kétszer. Hívták? Nem, hogy hívták, hanem ment. És akkor ez föl is tűnt nekünk, megkérdeztem, hogy miért. 97 karácsony után volt. Igen, mert akkor mondta azt, hogy gyönyörű kalapot kapott, meg van hívva vadászatra, de azt mondja, nem merek kimenni, azt mondja, mert ott lesznek ezek is, az félek, hogy hátlövést kapok. Nem mondta, hogy kik akarják? Nem mondott három nevet. Február 27-én halt ő meg. Február igen. 26-án este még együtt vacsoráztatok, igen. Együtt beszélgettetek. Emlékszel erre az estére?
Hát igen, az apu ült az asztalán, én akkor később mentem haza, mert edzésen voltam, és szóval, hogy újságot olvasott, ott ült az asztalán, meg nézte a fényképeket, amik a tavalyi nyári szanazugi rendőrségi bulin történtek, vagy készültek, és arról beszélgettünk, hogy jó lenne majd ezen a nyáron is oda kimenni. Kuzma Mihályt hivatali helyettese találta meg a kapitányság egyik második emeleti szobájában, az asztalra borulva. Mellette volt búcsúlevele, szolgálati fegyvere, a gyermekeikről készült fénykép, szemüvege és a rendőrigazolványa is. Az osztályvezető tettének okáról a főkapitányság dolgozói csak találgatnak. A valódi indokot vélhetően még senki nem tudja, csupán azt, hogy az alezredes fejbe lőtte magát. És 11-kor csöngettek, Ajdó, meg Vasas doktor volt, igen. Mindjárt gondoltam, hogy valami baj van, rákérdeztem, hogy infarktus, mert arra tudtam csak gondolni, hogy infarktus, aztán Hajdú mutatta, hogy ez, tehát, hogy öngyilkos lett. És aztán utána, hát ugye én is kiborultam, nyilván persze, és aztán be akartam menni a rendőrségre, illetve be is mentem, és mondtam a portásnak, hogy Kuzma Mihályhoz jöttem. És akkor jöttek le a közvetlen kollégáik is így szemmel, és aztán utána megaláltuk egymást, meg bögtünk, és mondta, hogy föl szeretnék menni, megnézni, és mondta, hogy nem, senkit nem engednek be, ők sem mehetnek be, meg ezt hogy is ott lezárták. És akkor elkértük volna a ruháját, és mondta a boncmester, hogy nem adhatják ide, mert véres. Na most én ezt azért nem értettem, mert én korábban a baleseti osztályon dolgoztam, ott aztán mindenféle trutyis, véres, meg sáros, meg mindenféle ruhákba hozták be a sérülteket, és mindegyiket leltár szerint odaadtuk a hozzátartozónak, akármilyen véres, vagy akármilyen volt. Az, hogy volt egy csomó cigaretta csikahamutartóba. Egyik fele barna végű, a másik fele fehér végű, azt se vizsgálták, akkor aztán a kilincs az talán ki volt szakítva. Ki volt szakítva a kilincs, igen. Mert talán meg be volt zárva az volt. Ajtó. Igen. A vérfröccsenések, tehát azok is, hogy olyan magasságban, hogy alapvetően nem tudtuk összerakni így az egészet, hogy azt se dörült, hogy akkor most ült, azt mondták, hogy ült, amikor történt amikor végzett magával, akkor ült. De ugye a szék mellett találták meg. A szék az viszont nem borult föl vele, tehát nem tudjuk így az annyira nem egyértelmű volt. Nem egyértelmű. Kezén se találtak lőpornyomot. Igen. Meg a szájánál se találtak lőpornyomot. És akkor először elhitték, hogy öngyilkos lett? Nem olyan volt, tehát tele volt, jó, voltak problémája a munkahelyem, mit tudom én, de azért tele volt még ambícióval, tehát azért ő... És ő ennek nagyon szerette a gyerekeit, azért nem tudom elképzelni, hogy... Meg a munkáját, meg mindent, tehát alapvetően boldog ember volt, tehát nem voltak problémái. Én így mondom, hogy a halálos lövés érte, de az is meggyőződésem, hogy azt a halálos lövést nem ő adta le. És akkor a kollégák elhitték, hogy öngyilkos lett? Ezt úgy mondom, hogy bizonyos százaléka, igen. Bizonyos százaléka, meg abszolút nem. Kizártnak tartották. Sőt, én is azt mondom, én is kizártnak tartom mai napig is, mert semmilyen olyan dolog a viselkedésében nem mutat arra, hogy ő öngyilkos legyen. Tényleg öngyilkos lett? Annyira életszerető élet... örömtől duzzadó emberke volt, aki imádta a családját, a feleségét, a lányát, hogy nehezen tudom róla elképzelni.
ott a rendőrségen, a saját szobájában lőtte főbe magát? Nem a saját irodájába, hanem a volt irodájába. Régen az volt neki az irodája. Szerintem ott a fa mögött van. Szerintem is. Igen, tehát nem volt ennyire a végén az iroda. És akkor 27 évig dolgozott itt. Igen. És ő közrendőrként kezdte, vagy hogyan? Igen. Én akkor a kórházban dolgoztam, ő már ilyen kis nyomozó gyakornok féle volt, és ott ismerkedtünk meg. Ott jöttünk össze tulajdonképpen. Megtetszett a szép kék szeme. Sokan voltak a temetésen annak idején? Hát több mint ezeren voltak, ahogy úgy hallottuk. Még kint az utcán is álltak. Sok rendőr volt, sok barát, ismerős. Azok a rendőrök is itt voltak, akikkel összekülönbözött a halál előtt? Itt voltak. Az is beszédes egyébként, hogy a Kuzma temetésén például a Tonhauser ezredes, aki a Kuzma országos főnöke volt, próbálisan nem demonstrált, de külön. Tehát nem vegyültem egy vezetőkkel. És valamelyik vezető oda is ment hozzá, hogy a pucsúztató után, hogy menjenek együtt valahova. Tonhauser kiment, várta egy autó, beült és elviharzott. Még azt elkívánom mondani, hogy részt vettem Kuzma Mihály temetésén több szolgálatomnál tevékenykedő kollégámmal. A temetés protokoláris részén nem vettem részt szándékosan, mivel nem kívántam találkozni a Békés megyei rendőri vezetőkkel. Volt még bármilyen arra utaló jel, hogy az ön férje félt? Igen, volt. Úgy halál előtt olyan 2-3 hónappal, amikor ágyaztam, a szolgálati pisztolya volt a párna alatt, és megkérdeztem, hogy miért tartja ott. Azt mondta, hogy fél, mert meg fogják ölni. Nekem soha nem az volt a szándéka, hogy itt most bárkit megbuktassak, hanem csak tényleg az, hogy akkor mi történt aznap, és ezt szerettem is volna kideríteni, mert ezek a mai napig kérdőjelek bennem. Szerinted ki fog derülni valaha? Remélem. Szerintem nagyon nyomasztó ebből a tudattal élni, hogy az embernek megölték az apját, és senki se segít, és egyedül maradsz. Hogyha valaki öngyilkos akar lenni, akkor nyilván vannak olyan gesztusai, ami arra utalnak, hogy ő meg akar halni. Igen, valaki hagy 10.000 forintot, hogy na a hétvégére vegyél húst, tehát hogy nem tudom, tehát így az ember nem köszön a családjától. Igen. Mesélték, hogy lesz a sajtótájékoztató, amin kipakolt. Tehát nyilván féltek tőle nagyon, mert ki tudja, milyen bizonyítékok lettek a kezében. Abszolút. Az alezredes február 28-án önkezével vetett véget életének, és egy rövid búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben azt állította, hogy szándékosan járatták le. Tettében közrejátszhatott az is, hogy kollégái halála előtt egy botrányos kommandós akciót hajtottak végre házánál, mert állítólag benzincsempészeket akartak elfogni. Felmerült a gyanú, hogy ez az akció is csak azt a célt szolgálta, hogy beosztásában ellehetetlenítsék Kuzma alezredest. Hogy volt ez az akció? Ez néhány héttel a halál előtt volt, hogy kijöttek ide a rendőrök, és olajat kerestek? Igen, igen. Itt, ebben a házban? Ebben a házban, igen. De hogy itt valami tartályt kerestek? Igen, olajtartályokat kerestek. Megállt először egy rendőrautó, aztán jött nem tudom hány rendőrautó, utána jött két tűzoltóautó, jöttek a vámosok, elkérték a papírjainkat, és aztán hazajött az apu, és akkor meglátta a Fodort, és akkor oda ment a Fodor apámhoz, hogy jé, Misikém, ez a te házad, és akkor a apu erre berágott, hogy ne képmutatóskodjon, mert hogy a Fodor azt pontosan tudta, hogy ez kinek a háza. Minden áron be akartak ide jutni a házba, és ők minden áron házkutatást akartak tartani. Lezajlott az akció, végül is mindenkit elengedtek, tehát semmit az égvilágon nem találtak. Katonai ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást 4 Békés megyei rendőr ellen, egy társuk ügyét pedig átadta az ügyészségi nyomozóhivatalnak. Az eljárással azt akarták kideríteni, hogy történt-e szabálytalanság februárban, amikor kommandós akciót hajtottak végre a Békés megyei rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni osztályvezetőjének lakásánál. Kuzma Mihály alezredes az eset után nem sokkal öngyilkos lett.
Volt egy ilyen újságcikk a helyi újságban? Több újságcikk volt. Igen. Az volt a címe, hogy a kommandósok az alezredes háza előtt. Még hogy a február 12-i Franklin utcai kommandós akciót kétséget kizáróan az édesapjuk elleni támadásnak értékelték, és mint mondták, maga Kuzma Mihály is ekként vélekedett, sőt több rendőri vezetővel is összekülönbözött a történtek miatt. A Békés megyei nap kérdésére ifjabb Kuzma Mihály és Kuzma Valéria elmondták, remélik, hogy az igazság egyszer kiderül, és lebuknak azok, akiknek le kell bukniuk. A fenti kijelentésekre reagálva dr. Gál László elmondta, semmifajta korrupcióról nem tud, és nem is tud mit kezdeni a konkrétumokat nélkülöző sandaságokkal. A Békés megyei főkapitány nem lát összefüggést egykori kollégájának halála és a kommandósok akciója között. Nem személy ellen indult az irányi, és a Kuzma Mihály rendőralezredes volt kollégánknak nem volt köze ahhoz, az intézkedéshez, amely a háza előtt történt. Korábban olyan hírek is voltak, hogy az alezredes rendőrségi korrupció nyomára bukkant, és ez esetleg összefüggésben lehet öngyilkosságával. Ezt azonban nem erősítette meg, igaz, nem is cáfolta a Békés megyei főkapitány. Itt az van, hogy ti azt mondtátok, hogy az apukátok beszélt a rendőrségen belüli korrupcióról, és akkor erre a Gál, tehát ez volt a konfliktus köztetek, hogy erre a Gál azt mondta, hogy ő nem tud korrupcióról a rendőrségen. Apu valakinek útba volt, egyértelmű. Én még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy semmiféle jogsértést nem követtem el, és nagyon remélem, hogy ezek a vizsgálatok során fel is fognak derülni. Fölmentünk ugye a Gálnak a nagy irodájában. A Gál az így kínálgatott cigivel, hogy na akkor most gyújtsunk rá erre a nagy ijegységre. Meg odaadta a pénztárcáját, ugye volt benne valamennyi pénz, meg lottószelvények voltak benne, ha emlékszel, és akkor mondta, hogy talán egy kis szerencse a szerencsétlenségbe, de körülbelül ilyen hangon. Tehát valami elképesztő stílusa volt. Tehát, meg azt láttam, tehát nekem azt szűnt fel, hogy egyik cigire gyújt a másik után. Ideges volt, és valószínűleg nem tudta ezt a helyzetet kezelni, hogy akkor most neki velünk kell találkoznia. A halála után a kollégák hogy viszonyultak a családhoz? Eleinte mondták még ők is, hogy ők ezt nem fogják hagyni. Jó napot kívánok! Kuzma Valéria vagyok. Ön az, aki rendőr volt Békés Csabán? Igen, igen, én vagyok a Misinek a lánya. És egy kicsit tudnánk beszélgetni egy pár percig? Forgatunk egy dokumentumfilmet az apu halálával kapcsolatban, és esetleg hajlandó lennél-e beszélni? Hajlandó volt végül is találkozni. Igen, ugye? Igen. Ő egyértelműen azt állította, hogy öngyilkosság. De azt mondja, hogy nem lehetett így megölni? Igen, mert ugye ez egy erős ember a Kuzma. Tehát, hogyha nem kávítják el, akkor nyilván dulakodik. Akkor látszanak a dulakodás nyomai. Miért nem dulakodik? Mert elkábítják. Ha elkábítják, akkor ő azt mondta, hogy az a vérvizsgálatból kimutatódott volna. A holttestből eltávolított vizeletmintában immunkémiai módszerrel tájékozódó kábítószertesztelést végeztünk. Az ennek során vizsgálatra került anyagok amfetamin, metamfetamin, kokain, morfin, THC. Az elvégzett vizsgálatok az említett vegyületcsoportok mindegyikében negatív eredményt mutattak. Azaz vizsgálati módszerünkkel ezek a vegyületcsoportok nem voltak kimutathatóak. Egy kicsit megváltozott a véleményem. Én most már inkább azt gondolom, hogy öngyilkos lett. Azonnal fölmerült több olyan kérdés, amit azt mondom, hogy egyrészt nem értem, hogy miért nem tisztázták le. Másrészt elég nagy vonalúan így átsiklottak fölötte. Rögzítettek mindenféle vérnyomokat. A falon van fentről lefelé irányuló spriccelő vérnyom. A ruháján van felülről lefelé irányuló spriccelő vérnyom. Tehát ez mind egy felülről lefelé irányuló lövést valószínűsítene. Ha valaki beveszi a szájába a pisztolyt, meghúzza a ravaszt, akkor ott hátulra... Hát hátrafelé, fölfelé. Tehát itt ugye a szakvéleményben megadták a vélhető valószínűsítő lövésirányt, ami azt jelenti, hogy mindenképpen fölfelé kellett volna lenni vérnyomnak. Ez egy PA-63-as fegyver. Ez, ami riasztó lőszerrel működik, ami körülbelül egyötöde energiában, meg mindenben egy igazinak, ez is azért ekkora lángot nyom. Ha ezt a szádba veszed, nyilvánvaló, hogy ugye probléma és nyoma van. Ha közelről fejbe lövöd magad, fentről lefelé, vagy akárhol, akkor a bőrödnek, a hajadnak meg kell perzselődnie.
Tehát mint egy öngyújtót az ember... Hát igen, tehát gyakorlatilag egy 15 centis kemény lángot nyomoda. Aha. Ha valaki beveszi a szájba a pisztolyt, akkor égésnyomok ugyanúgy kellenek legyenek a garatban. És azokat rögzítette? Hát itt, ebben az esetben nem. Most én ezt egész közel teszem itt a táblához. Fogjátok látni, lehet, hogy a papírt át is lukasztja, bár itt van mögötte egy ilyen keményebb karton, de hogy megégeti, az teljesen egyértelműen fog látszódni. Aha. Tehát ezek olyan nyomok, amit egy testen láthatóan rögzíteni kéne. Aha. Jó? Tehát itt látod, ez csak a nyomás, és magát a kartont is átvitte. Most láttam egy videót a neten, ahol egy sajtótájékoztatón egy ember kamerák keresztüzében öngyilkos lesz. Állva, beveszi a pisztolyt a szájába, és úgy. A teljesen élő felvétel. És ezt megnézve, például az igazolódik, hogy a vérfoltnak nem kell fejmagasságban lenni, hogyha valaki beveszi a pisztolyt a szájában. Ott is azt írják, hogy 70 centi magasságban lett véres a fal. Ez bizonyos szempontból azt támasztja alá, hogy így megtörténhetett az öngyilkosság, ugye, de azért még van egy csomó kérdője. Most közzétett búcsúlevelében a néhai főrendőr arra utal, hogy valakik szándékosan lejáratták. A búcsúlevél, amikor láthatták, akkor arról mit gondoltak? Senkitől nem búcsúzott el. Se a gyerekektől, se tőlem, senkitől. Nem mit írt? Ha valaki bűncselekményt követett el, annak csak a neve kezdőbetűit jelenítik meg a sajtóban, és a helyiség nevét. Én bűnt nem követtem el. Én bűnt nem követtem el. Szándékosan járattak le. Igaz, követtem el hibákat is, de csak a munkámnak éltem, sajnos nem a családomnak. És utána összeszorítottan, később odaszúrtan, 3 évi szabadságon bent van, abból eltemethetnek Kuzma. Amikor nem egy eredeti írást vizsgálunk, akkor teljes bizonyossággal egy csomó mindent nem lehet megmondani. Látszik, hogy ez borzasztóan zaklatott állapotban volt. Megállapítható ebből a levélből, hogy dű és agresszió van benne. Lehetséges, hogy a világban az embereknek, az őt bántóknak, az ellene fordulóknak általában szól. Nagyon mély önellentmondás van a lelkében, hogy valamit kell csinálnia, ami nem fér össze az ő erkölcsi érzékével. Ő az ellen állandóan küzd. Azt éli meg, hogy erre nincs megoldás. Nagy méretek, nagy kilengések, váltakozó betűszélességek, ez a beszűkült, enervált lelkiállapot, ez a tartós szomorúság és reménytelenség nem tükröződik ebből a kézírásból. Elindul a nagyvilágtól önmagáig, és ez egyfajta számvetés is lehet az illető részéről. Ebben a felzaklatott, rettenetesen feldult, mély belső önellentmondásban lévő állapotban nagyon szélsőséges dolgokat is el tud követni az ember, az eléggé valószínű. Meg is állapította ebbe a jelentésébe, ugye ez az összegzése, hogy véleményem szerint az írás minta nem tükröz öngyilkosságot, megelőző lelkiállapotot. Tehát nem tényszerűen megállapítom, hogy öngyilkos lett vagy nem, erre nincs kompetenciája egy grafológus szakértőnek. Ön úgy gondolja, hogy az az ember, aki ezt írta, abszolút elképzelhető, hogy utána öngyilkos lett. Vagy az, hogy utána öngyilkos lett, ez teljesen elképzelhető ebből az írásból, vagy az, hogy annyira kereste azt a pontot, ahol ő már végre meghalhat, hogy belefutott abba a helyzetbe, ahol végre el tudta érni azt a végeredményt, hogy ő végre kiszállhasson ebből a borzalmasan szélsőséges önellentmondásból, és végre meghalhasson. Hosszú volt az út, amíg ideig eljutottunk, de menjünk sorba a dolgokon. Az nekünk is egy nehézség volt, hogy mondjuk a rendőrség ugye mai napig teljesen elzárkózik ennek a kommunikációtól. Úgyhogy amik segítségünkre voltak az akkori dokumentumok, tévéfelvételek, a bizottsági jegyzőkönyvek, amik erről készültek, illetve azok a kollégák, akiket sikerült megszólaltatni, az egyikkel te is találkoztál. Igen. Tehát bennem továbbra is maradt egy-két kételje.
a kollégájával találkoztunk ketten, ugye, amit nem vehettünk föl, akkor engem az bizonytalanított el, hogy egy forgalmas folyosó, és a gyilkosnak valahogy ki kellett úgy menni a folyosóról, vagy úgy ki kellett menni a szobából, hogy senki ne vegye észre, hogy elhagyta a szobát. Akkor lett volna talán egyszerű ezt megcsinálni, ha belsős ember követte el azt a dolgot. Halála előtti este szintén a mi szolgálati autónk szállította haza. Nem én vezettem, kollégám vezette. És a kollégám hazaszállítás után mondja, hogy hú, azt mondja, mit mondott ez a Misi? Mondom, mit? Itt van, gyerekem, azt mondja, diplomat a táska, holnap fejek hullanak. Tapsolta a diplomat a táskáját, most már benne van, tele van mindenféle anyaggal, bizonyítékkal. Itt azt mondja, fejek fognak hullani. Mesélt valamit arról, hogy valakik fenyegetik, hogy mivel foglalkozik? Azt tudom, hogy azon a héten, kedden Pesten volt. És akkor csak annyit mondott, hogy találkozott a Tonhauserrel is. Emlékezetem szerint 1997 végén, októberben vagy novemberben, a hónap közepe körüli időben Kuzma Mihály telefonon a lakásomon felhívott, hogy számos olyan információval rendelkezik a szervezetbűnözés és a helyi rendőri vezetők összefonulásáról, amit személyesen szeretne velem megbeszélni. A megbeszélés a telefonhívást követő pár nap múltával létrejött a szolgálat Arad utcai hivatalos helyiségében. Említést tett arról, hogy rendelkezik egy magnókazettával, amit egy letartóztatásban lévő bűnözővel folytatott beszélgetés során vett fel. Kuzma úr számos iratot, fénymásolatot és egyéb által a bizonyítéknak nevezett, mások által kézzel írt iratokat hozott. Csak én aztán azt mondtam neki, hogy mondom, én csak a gyerekeket féltem, mert attól félek, hogy valami történik. Azt mondja, hogy először engem fognak kinyírni. Ami még ilyen fontos dolog volt, amit nem értettünk közösen, hogy miért nem vettek egyértelmű lőpornyomokat a kezéről. A szolnoki igazságügyintézetbe küldték az adatokat később, és ott szerepel az, hogy bár olmot találtak kis mennyiségben a kezén, de a másik két összetevőt azt nem, és azt azért nem találták meg, mert Magyarországon nem volt olyan szoftver, amivel ezt kimutatható igen, lett volna. Igen. Tehát, hogy ennek valójában ez volt az oka. Uh-huh. Ugye találtak egy fegyvert, ami vélhetőleg az öngyilkosság, ha öngyilkosság, feltételezett öngyilkosság elkövetésének volt az eszköze. Találtak egy lövedéket, amire feltételezik, hogy ezzel, tehát ez a fején áthatolva, ez volt a halált okozó lövedék. Találtak egy töltényhüvelyt, amit feltételezik, hogy az a pisztolyból a lövedékhez tartozó töltényhüvely, de ezt nem vizsgálták. Másik fontos dolog volt a fegyver, a hüvely és a magnak az összetartozása. Elolvastam a fegyver szakértői véleményt. A helyszíni szemlén lefoglalt töltényhüvelyt és a próbalövések során eltett töltényhüvelyeket összehasonlító mikroszkopikus vizsgálat alá vetettem, a rajtuk lévő nyomok sajátosságait egybevetettem, a nyomok sajátosságait megegyezően értékelem. Egy másik fontos dolog a sebesülés a kezén. Gyakorlatlan lövőknél, ugye, amikor újra tölt a fegyver, akkor a szán az így mozog. Tehát ha valaki nem rendesen fogja meg, ahogy az kell, akkor ott előfordul, hogy így hogy fönn van a keze, és akkor ezt itt így ledarálja. És hogy ez okozhatta azt a hámsérülést, ez az egyetlen sérelmi nyom volt a kezén, ez viszont ettől származott, azt hiszem megint nehéz elképzelni, hogy ezt utólag oda tették, mert hát miért tették volna oda? Hogy általában még ettől sokkal pitiánerebb ügyekben is, csinálnak úgynevezett bizonyítási kísérletet. Egy szereplővel gyakorlatilag megpróbálják rekonstruálni a jelenetet. Aha. Tehát ott a helyszínen, mert így elmondva, hogy ettől ennyi centiméter, attól annyi. Tehát most nekem oda van, hogy 274 centiméterre, meg attól 67 centiméterre. Oké, állítsuk be az embert. Aha. És akkor kiderül mondjuk, hogy ha ez az irodafala, és mondjuk
itt van egy lövésnyom, kiderül, hogy ő így áll. Hát gondolom nem mehetett az. Az öngyilkosság napján egy vizsgálóbizottságot küldött az ORFK bűnügyi főigazgatója Békés megyébe, ha jól emlékszem, Krőzsel Károly vezetésével, mely bizottság által készített jelentést megkaptam. A jelentés szakmai tartalma, minősége feldühített, amiért is személyesen megkerestem Ignác István dandártábornok bűnügyi főigazgatót, és eléggé minősíthetetlen hangnemben elmondtam neki a véleményemet. Ignác úr feltételezéseim szerint ennek alapján egy újabb bizottságot küldött le Békés megyébe, mely bizottságnak a vezetője dr. Kovács Lajos rendőralezredes volt. Kovács Lajossal az ellenőrzést követően többször is beszéltem, mivel személyesen ismertem és szakmai tudását is nagyra tartom. Rákérdeztem arra, hogy valóban öngyilkosság történt-e, vagy esetleg idegenkezűség is szóba jöhet. Dr. Kovács Lajos a helyszínen végzett vizsgálatok alapján annak a véleményének adott hangot, hogy Kuzma Mihály önkezével vetett véget az életének. Neki ez a szakmai véleménye. Másik érdekes dolog, ami nem állt össze a fejemben, tehát a Dinesh Gábor ügye, aki édesapád kollégája volt. 96-ban volt a Szabó, 98-ban meghaltak hárman, és 99-ben végül a Dénes Gábor lett öngyilkos. Tehát ő az, aki édesapád halála után idegösszeroppanást kapott. Igen. Dénes Gábornak rendőrségen belüli visszaélések felderítése volt a feladata. És ő teljesen kiborult édesapád halála után, olyan szinten, hogy pszichiátriai kezelésre szólt, és majdnem egy évig volt ott, visszament a rendőrség, és néhány nappal később öngyilkos lett. Itt van a feleségének a vallomása. Itt azt mondja, hogy a klinikán sokat emlegette a férjem Kuzma Mihályt, de ekkor sem mondott konkrétumokat, csak olyasmit, hogy a Misi egy rendes ember. A férjem szorongott, úgy gondolta, hogy hibát követett el. Már nem tudok visszaemlékezni arra, hogy említette, hogy mi volt ez a hiba, csak rémlik számomra, hogy talán valamilyen információt mondott el illetéktelen személyeknek. Dénes Gábor mondhatott olyan kompromittálókat édesapádról, amit aztán felhasználtak. És őnek ezért lelkiismeret furdalása volt, és ezt nem tudta feldolgozni. Okozott valamilyen kisebb szabálysértésre járó balesetet. De én nem tudom, hogy ott nem volt a vétkes. Ő volt a vétkes, el is ismerte, hogy ő volt a vétkes. Ez egy kisebb koccánsos baleset igen, volt. Igen, azt tudom. A rendőrség ezt vizsgálta államigazgatási eljárás keretében, és egyszer csak visszaadották ezt az ügyet, és ilyen szakértő bevonását kezdeményezték, hogy állapítsák meg azt is, hogy gyorsabban ment. És akár a jogosítványa bevonását is kezdeményezhetik. Ennek az ügye, ez ezekben a napokban zajlódott. Az aznap lett volna, aztán a másodfokú igen. tárgyalás. Igen. Aznap kellett volna erre a másodfokú tárgyalásra mennie. Ott van a hamutál a 8 fehér cigivel és az 1 barna szálú cigivel. Tehát, hogy valaki bent járhatott. Lehet, hogy az adta a végső lökést. Tehát az elmondott olyan dolgokat, hogy figyelj, nézd, ha te folytatod ellenünk a hadjáratot, akkor ezt meg ezt hozzuk elő. Ellehetetlenítünk a rendőri pályán. És ő azt látta, hogy az az élete, amiről a búcsúlevélben is ír, hogy az élet az meg fog szűnni a rendőri hivatásra. És amit mondtál, hogy telt az utolsó este? Újságot olvasott, ott ült az asztal, megnézte a fényképeket, amik a tavalyi Sanazuki rendőrségi bunin készültek. Családi fényképeket nézegette.
Igen, viszont másnap reggel nem úgy ment el. Biztos, hogy dúltak benne harcok. Nem tudom. Valószínűleg nekem ezt így még azért föl kell, azért dolgozom magamba. Lehet, hogy ő követte el az öngyilkosságot, de igazából gyakorlatilag belekergették ebbe az egész dologba. Valószínűleg nem volt más választása. Amiért ő harcolt, amiért ő nyomozott, sajnos az már nem fog kiderülni. Igazából ennyi, az élet megy tovább.